Szép számmal gyülekeztek a Nagykötben a terepfutó verseny résztvevői, akiket forró teával, banánnal, mazsolával vártak a Dunaföldvári várban. Természetesen mindenki maszkot viselt ebben a különleges helyzetben, de örömmel jöttek a futók, végre egy megmérettetés, mondták többen. A Feldvárt jellemző terepfutó verseny Dunaföldváron első alkalommal kerül megrendezésre. Az ötlet ez nekem abból jött, hogy én Bölcskén lakom és Solcra járok át dolgozni, és sokszor volt az, hogy Bölcskéről Solcra futva mentem át, és nagyon megszerettem ezt a csodás tájat. És mivel én már máshol szervezek futó eseményeket, evidens volt, hogy egyszer itt is fogok szervezni, és ennek most jött el az ideje. Ez nem csak a felnőtteknek szól ez az esemény, három gyerek kategóriában szintén lehet nevezni, óvis, alsós és elsős kategóriában, valamint a felnőtteknél is több táv áll rendelkezésre a futóknak, 5 kilométertől kezdve egészen 23 kilométerig. Erre a versenyre 300 futónak a nevezését tudtuk fogadni, ami be is telt már hetekkel a verseny előtt, akkor lett az érdeklődés, hál' Istennek rá. Úgyhogy gyakorlatilag még az utolsó napokban is, akik esetleg nem tudnak eljönni a versenyre, adták-vették egymás között a nevezéseket. Gyakorlatilag Dunaföldvár körülvevő dimbes-dombos terepen zajlik, erdőmezőn keresztül. Az aszfaltos városi rész az minimális, ez csak gyakorlatilag itt a vár környéke, a rajtnál, illetve a célba érés előtt, de az összes többi az földutakon, erdei ösvényeken megy keresztül, némi sárral tarkítva, emelkedők bőven vannak benne, úgyhogy egy ilyen igazi kihívás akármelyik távon induló versenyzőnek. Egyrészt a távok amúgy eleve külön rajtoltak volna, de a jelenlegi szigorúbb Covid szabályok véget még egy kicsit szétszedtük, tehát minden távon a férfiak és a nők külön rajtolnak 5 perces csúszásokkal. Tehát gyakorlatilag 10:30-kor indulnak a rajtok a felnőtteknek, és 11 óra előttig folyamatosan 5 percenként rajtolnak. Kategóriák érmeket kapnak, illetve minden egyes futó, aki bejön, befutó érmet kap, valamint ebédet a váregyteremben. Ezen kívül minden futó kap egy ingyenes belépést a mai napra a Dunaföldvári gyógyfürdőbe. Nagyon jó kis baráti társasággal érkeztünk, és zsákról 3 fővel, még egy cimborám és egy közös barátnőnkkel érkeztünk. Hát a felkészülésünk az is szintén közös volt, egy 10-15 kilométeres edzéstávokat néztünk ki magunknak, és ma mind a hárman 17 kilométeren indulunk. Nekem teljesen új, én még itt nem voltam futni, úgyhogy alig várom. Környezet az nagyon tetszik, nagyon szép, sőt örülök, hogy itt lehetek, mert nagyon szép a környezet, kiváló társaságban. Számtalan futó érkezett Tolna megyéből, így Paksról is. Az atomcsigák közül a 23 kilométeres távot 3-an vállalták be, de a rövidebb távokon is voltak indulóik. Nagyon sok verseny elmaradt, szerencsére ez nem, és nagyon szeretem a terepversenyeket, úgyhogy meg a Petyaféle rendezéseket főleg, úgyhogy azt ki nem hagynám. 23 kilométer, és hát ez az első rendezés, az mindig izgalmas, főleg ha a köd marad. Rendszeresen tartunk edzéseket a csapattal, azon kívül pedig az egyéni felkészülés a terepre, főleg az ilyen hosszú távokra, az a Sánchegy, Cseresznyés, Ürgemező, ez remek terep. Hát a mozgás és a futás szeretete az egyértelműen emellett a verseny mellett szól, és az, hogy terepen van, ez egy külön élmény mindig, az erdők, az erdei utak, a földutak, majd várhatólag a Kálvária domb, az egy izgalmas része lesz ennek a versenynek, ezért szeretjük. A Dunamenti futók szervezésében legközelebb tavasszal lesz verseny, mégpedig ösvényfutás Bölcskén és pusztafutás Révbérpusztán.